És a strandszezonnal együtt a napozás időszaka is elindult, utóbbi jótékony hatásai mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a veszélyeiről sem. Márpedig bőven vannak ilyenek, így oda kell figyelnünk mások mellett arra, mikor és hogyan fekszünk ki a napra. Sokan vágynak az egészséges napban nyitotta bőrszínre, nem halljuk azonban eleget, védjük bőrünket a leégéstől. Az ultraviolett a sugárzás káros hatásai ellen évről évre fokozottabban kell védekeznünk. Mivel a tavasz inkább az esőről, mint sem a jó időről szólt, nem tudtuk magunkat fokozatosan hozzászoktatni a napfürdőhöz. Így bőrünk védelmére az előttünk álló nyári időszakban kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A túlzásba vitt napozást elkerülendő bőrtípusunktól függetlenül mindig ügyeljünk a mértékletességre, és szigorúan tartsuk be a szakemberek tanácsát. Kerüljük azokat az órákat, amikor veszélyes számunkra a napon tartózkodni, figyelmeztet cikkében a veol.hu. Természetesen azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a napfürdőzésnek a veszélyeket rejtő UVA és UVB sugárzás mellett számos egészségügyi előnye is van, ha körültekintőek vagyunk. A nap jótékony hatása révén nyerjük szervezetünk D-vitamin szükségletének egy részét is. Kozmetikusok véleménye szerint pedig a mértékletes napfürdő előnyt jelenthet egyebek mellett a pattanásos bőr számára is, ha azt alapos tisztítás előzi meg. Dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász főorvos, a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egyet tud érteni az elhangzottakkal? Hát többnyire egyetértek, de a bőrgyógyászok egybehangzó véleménye szerint kerüljük a napot, ne tegyük ki a bőrünket az UV A és B fény hatásának, próbáljunk védekezni ellene, mert amiket mindig felsorolnak, hogy milyen jótékony a D-vitamin anyagcsere szempontjából, a pattanások szempontjából, vagy a depresszió ellen, azoknak számos olyan egyéb módja is van, amely az egészséget nem károsítja. Mégis akkor mit lehet ajánlani annak, aki meg szeret napozni? Hát azt szoktunk mondani, le kell szokni a napozásról. Tehát, van-e olyan napszak, amikor mégis kevésbé kockázatos kifeküdni a napra? Hát ugye azért fekszenek ki nagyon sokan a napra, hogy szép barna legyen a bőrük. Abban az esetben, hogyha lebarnul a bőrünk, akkor már az UVA fény érte a bőrünket, és akkor annak nem csak pozitív, hanem a negatív hatása is ugyanúgy érte a bőrünket. Innentől kezdve azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne napozzunk, tehát nincsen olyan napszak, amire bátran azt mondjuk, hogy na, ilyenkor lehet. A reggeli és az esti órákban az UVB fény mennyisége egy kicsit kevesebb, ezért szoktuk azt mondani, hogy a leégés kockázata kisebb, de attól még az sem egészséges. Kik azok, akiknek kifejezetten vigyázniuk kell magukra? Hát ilyen bőrtípusokat szoktunk megkülönböztetni. Az egyes bőrtípus, ez a világos, szemű világos, hajú világos bőrű emberek, ezek mindig leégnek a napon, és sose barnulnak le. Ezeknek nagyon-nagyon szigorúan védekezni kell. Azt szoktuk mondani, ne is erőltessék. Tehát nem véletlenül nem barnul le ő nyár végére, sose fog, mert ez ilyen bőrtípus. De ettől függetlenül a többi bőrtípus, aki csak időnként leég, de lebarnul, vagy sose ég le, és mindig lebarnul, azoknak a bőrű embereknek is azt szoktuk mondani, hogy ne tegyék ki a bőrüket a napfénynek, hanem védekezzenek ellene. Akinek sok anyajegye van? Akinek sok anyajegye van, annak mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy ne érje UV-fény a bőrét, de egyértelműen azt is mondjuk, hogy mert azt szokták mondani, hogy nekem nincs anyajegyem, egy se, vagy egy darab, és akkor nem olyan fontos a fényvédelem, de igenis azoknak az embereknek, akinek nincsen sok anyajegye, annak is nagyon fontos. A rossz indulatú bőrrákoknak csak 30%-a jön már meglévő anyajegyből, 70% az csak spontán kialakul, tehát ha egy anyajegye sincs senkinek, akkor is ugyanúgy védekezni kell. Azt mondják, hogy a durva leégéseknek hosszú távon van igazán komoly következménye. Hogyan történik ez? Emlékszik a bőrünk? A bőrünk az nem felejt, tehát onnantól kezdve, hogy megszületünk, a bőrtért hatások összeadódnak, és egyszer csak benyújtja a számlát. Egyértelműen a leégések száma, főleg 18 éves kor alatti leégések száma, az meg hatványozottan számít, de a leégések száma határozza meg a bőrák, is meghatározza a bőráknak a kockázatát. Tehát nem csak az számít, hogy mennyire szoktam barna lenni a nyár végére, hanem hogy hány leégés volt egész életben. Mi az, ami arra utal, hogy,
hogy itt voltak leégések, és ennek a következményei már esetleg beindultak? Hát ugye ránézünk egy embernek, nem beteg még, nem egészséges ember, aki szűrővizsgálatra jön, ránézünk a hátára, akkor mi látjuk azt, hogy ez egy napfénykárosodott bőr, sok ilyen halvány barna folttal van, tele ilyen szeplőszerű folttal, tehát itt már látjuk, hogy az egész életében ott már volt néhány leégés, és be is számolnak, hogy igen, amikor nem tudom, gyerek voltam, kimentünk május 1-én, jó idő volt, és akkor még leégtünk a napon. Tehát mindenképpen ez mindenképpen látszik, de az anyaegyek vizsgálatánál látszik az, hogy egy anyaegy szerkezete elkezdte megváltozni. Ezeket az emberek saját maguknak is láthatnak, tehát mindenképpen önvizsgálat szükséges, de ha elmennek szakorvoshoz, akkor a szakorvos a megfelelő műszerrel is látja. Hogyan tudunk védekezni? Ma már rengetegféle napozó krém, napozó tej kapható. Ezek mennyire biztonságosak, mennyire védenek? Abban az esetben, hogyha megfelelő minőségű, megfelelő mennyiségű fényvédőt teszünk fel, megfelelő gyakorisággal tesszük fel, tehát 2-3 óránként azért lebomlik a fényvédő, vagy leízadjuk, ledörzsöljük egy törölközés során, mondjuk lefürödjük a strandon. Ha megfelelő mennyiséget teszünk fel, akkor azért védenek ezek a fényvédők, tehát biztonságosak. Így is azt szoktuk mondani, hogy amit lehet és amikor lehet, azért ruhával fedjük a bőrünket, ami kilóg, arra pedig használjunk fényvédőt. Azt, hogy melyik márkát, az annak nagy jelentősége nincs. Érdemes patikában kapható készítményeket vásárolni, mert ezekben a hatóanyag, ami a fényvédő hatóanyag, ezek bevizsgált hatóanyagok, tehát nem lepődik meg nagyon az ember, hogyha azokat vásárolja. De nagyon-nagyon fontos, hogy sok fényvédőt kell felkenni a bőrünkre. Azt szoktuk mondani, tehát van egy ilyen szabály, hogyha végighúzzuk a kezünkön a fényvédőből egy csikot, na annyi kell mondjuk egy karra, vagy annyi kell egy lábra. Természetesen ez nagyon-nagyon sok, de onnan is látszik, hogy azért sok fényvédőt kell felkenni, hogy az igazán védje a bőrünket. Mi a helyzet azzal, aki allergiára hajlamos? Általában nem a fényvédőkre szokott allergiás lenni, vagy nem a napra szokott, hanem úgy megyünk el reggel, hogy lezuhanyozunk, egy tusfürdőt felkenünk, testápolót felkenünk a bőrünkre, és ezek az illatanyagok, amelyek utána, ha rásüt egy kicsit a nap, elkezdik irritálni a bőrünket, és ezért szoktak utána kipirosodni, begyulladni a bőr. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy a napnak kitett helyen lehetőség szerint illatmentes kozmetikumokat használjunk, és jó minőségű fényvédőt. Általában a fényvédők is illatmentesek, vagy minimális adalékanyagokat tartalmaznak, de azok utána, ha nappal érintkeznek, akkor nem irritálják a bőrünket. Mindegy, hogy milyen ruhát veszünk föl, hogyha valamilyen textillel védjük magunkat? Hát ilyen színes, jól szellőző, laza ruhát érdemes viselni, mert egy sima fehér póló is átengedheti az UV-fény egy részét, de hogyha valaki már nagyon-nagyon-nagyon akar vigyázni, akkor lehet ilyen kis olyan ruhamárkákat kapni, aminek UV-védő hatása van, tehát ilyen kis címkével jelzi, hogy ez maximális UV-védelemmel rendelkezik, vagy nagyobb védelemmel, mint egy sima ruhadarab. Vannak ilyen fürdőruhák is, hosszú, jó hosszú, tehát az egész testet takaró, és én úgy gondolom, hogy aki vigyázni akar a bőrére, az megteheti, és érdemes is megtenni. Hogyan vigyázzunk a kisbabákra? Hát egy éves korig semmiképpen ne tegyük ki direkt napfénynek a gyereknek a bőrét, takarjuk. Pár hónapos korig nem is szabad fényvédőt se tenni a gyerek bőrére, tehát annyira vigyázni kell, hogy még az se lehet, hogy nem baj, majd bekenem fényvédővel. Direkt, tehát hogyha kitesszük a medencét, akkor nagyon-nagyon fontos az árnyékolás, de még a szűrt fényre is fel kell készülni, tehát arra is fel kell készülni, hogy akár egy árnyékban is le tud égni a gyerek bőre abban az esetben, hogyha nem kezeltük. Érdemes azért, hogyha megoldható, akkor minél nagyobb területet ugye fedni ruhával, ami pedig kint van, gyerekeknek való fényvédőt kell rá használni. És itt is fokozottan ügyelni arra, hogy nem egy áttetsző fehér leppellel letakarni a gyereket, hanem valamilyen komolyabb védelmet. Tehát okozni. Nem érdemes azt csinálni, hogy beteszem a babakocsiba, letakarom egy pelenkával, és kitolom a napra, mert ezzel árthatok a gyerek bőrének. Milyen gyakorisággal érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, mondjuk így idősebb korban?
hogyha már egy-két leégésen túl vagyunk. Fiatalabbakat és idősebbeket is arra szoktuk buzdítani, hogy a megelőzés az nagyon-nagyon fontos, tehát az anyaegyeit vizsgáltassa meg bárki megteheti. Általában évente egyszer szoktuk javasolni az anyaegyek vizsgálatát. Abban az esetben, hogyha valakinek olyan anyajegye van, ami problémásabbnak tűnik, nagyobb a rizikója, azoknak felhívjuk a figyelmét, hogy gyakrabban jöjjenek, akár fél évente is ellenőrizik a bőrét. Illetve a digitális dermatoszkóppal rögzíteni tudjuk egy anyajegynek a képét, és össze tudjuk hasonlítani a későbbiekben, hogy változott-e az adott anyajegy, és hogyha változik, akkor mindenképpen az eltávolítás szükséges. Szaporodik a bőr rák terjedése? Egyértelműen több melanómás beteget, illetve a más egyéb rosszindulatú bőrrákos beteget diagnosztizálunk, és azért is ez fontos felismerni, mert ez a fiatalabb korosztályt is ugyanúgy érinti. A rosszindulatú bőrdaganatok az a 40 éves, 40 év alatti korosztályban az egyik leggyakoribb megbetegedések közé tartozik, ami nagyon rossz indulatú. Igen, abban az esetben, hogyha késő kerül felismerésre egy melanoma, az nagyon-nagyon könnyen a tragédiához vezethet, és azért egy fiatal embernek a tragédiája az mindig sokkal mellbevágóbb mindenki számára. Nagyon sokszor tudjuk, hogy ha van egy fiatal, aki sajnos így megbetegedett és meghalt, akkor a környezetében lévők jönnek szűrésre, amire mindig azt mondjuk, hogy ez is nagyon jó, és örülünk neki bármilyen, ami arra készíteti az embereket, hogy szűrővizsgálatra jöjjenek, de inkább nem kellene megvárni. Igen, nem meg kellene megvárni. Minden esetre azért biztathatunk bárkit, hogy járjon strandra, csak óvatosan. Járjon strandra, el lehet menni tengerpartra is nyaralni, nyugodtan, csak nem kell kifeküdni. Tehát az a stég, ami a tó közepén most megépül, az nagyon jó, hogy van, de azt tudni kell, hogy az a fényvédő, ami vízálló, az 2x20 percig vízálló. Tehát akkor gyakran vissza a partra. Gyakran vissza kell menni a partra, és újra bekenni a bőrét. Dr. Szondi Györgyi, köszönjük szépen a jó tanácsokat. Én is köszönöm.